Albert Réka Lilla vagyok, az Artistic Dance Company-nak a vezetője és koreográfusa, illetve a Budafoki Doknányi Zenekarnak a visszatérő koreográfusa. Itt például a Gamer koncertnél ugye nagyon fontos az, hogy milyen karakterek jelennek meg ugye a színpadon. Tehát ehhez nem csak profi táncosnak kell lenni, hanem színészi képességekre is ugye szükség van. Tehát innentől lehet elkezdeni gondolkozni, hogy akkor most látom, hogy milyen számok lesznek, akkor ott tulajdonképpen kikre lesz valójában szükség, és akkor így szoktunk ugye a 20-25-en összeállni végül, és akkor így születik meg az a csapat, aki aktuálisan részt vesz a koncerten. Átlagban 15-18 próbával szoktuk összerakni ezeket a műsorokat, egyenként olyan 5-6 órás próbákkal, van, hogy 7-8, ahogy adódik, de ugye mivel itt ugye szabadúszó művészekről van szó, tehát az egyeztetés az ugye nagyon fontos tényező, hogy mennyit sikerül ugye kihozni a helyzetből, de alapvetően azért egy olyan jó 2 hónapig tartanak ezek a próba folyamatok. Én kockának nem vallanám magam, gyerekkoromban nagyon sokat játszottam egyébként, nekem a nagy szerelem például a Heroes 3 volt, tehát azzal rengeteget játszottam, meg az egész család is, úgyhogy ment a harca számítógépért még akkor 98 környékén. Alapvetően egyébként inspiráció az nekem ugye első körben az, hogy nagyon beleásom magam abba, hogy miről szólnak ugye ezek a számok, miért az a szám fog elhangozni, miért fontos ez a játék szempontjából. Tehát, hogy hogyan érinti meg a hallgatóságnak a lelkét. Ugye itt nagyon nincs egyszerű dolgunk ugye abból a szempontból, hogy ugye akár több 10 órányi játékot kell 3 percbe belesűríteni, és a valódi eszenciáját elkapni. Ugye ezeknél a karaktereknél ugye akár már olyan komoly karakterfejlődések mennek végbe ugye egy játék során, hogy egyszerűen az ember közel érzi magát ahhoz az adott karakterhez, vagy azonosulni tud vele. Na most ahhoz, hogy ennek az eszenciáját sikerüljön megfogni, nekem van egy mindenkori tanácsadóm ehhez a projekthez. Ugye Czegner Márton pszichológusról van szó, nagyon jó barátom, elképesztő mélységekig tud beszélni egy-egy karakternek az ábrázolásáról, a fejlődéséről, a háttértörténetekről, félelmetes, hogy milyen tudása van erről, és vele konzultálok ilyenkor nagyon-nagyon sokat. Hogy mi az, amit fontos ugye láttatni ebből, ugye akár 3-4 percbe belesűrítve. Tehát ő például egy nagyon-nagyon fontos segítő pont nekem. Aztán ugye hát maga a zene, amit ugye ad, tehát hogy azért itt nagyon narratív zenék vannak. Tehát hogyha az ember becsukja a szemét és nem is ismeri a játékot, akkor is egyszerűen szinte azonnal tudja vizionálni, hogy ilyenkor az adott zenei ponton minek kell történnie, igen ez egy harcos zene, igen itt valami nagyon éteri dolgot kell megjeleníteni, akár mint mondjuk tavaly az Ori-ban. Vagy valami játékosabbat, mint mondjuk az Angry Birds volt tavaly, tehát azért ezek nagyon, nagyon izgalmasak ilyen szempontból, hogy tényleg a mélyére ássunk. Akkor leszek elégedett a Gamer Szimfonikkal, hogyha egy a tánckar részéről látom azt végeredményben, és át tudom velük élni végeredményben, amit már most vizionálok, és szeretnék kész állapotára hozni. Illetve, hogyha azt a szintű energiát tudom visszakapni a közönségtől, amilyen lelkesedéssel mi is bele tudtunk menni ebbe a projektbe, illetve ugye a tapsból ezt lehet hallani, lehet a reakcióból hallani, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez meg fog születni. Azért szeretek a BDZ-vel dolgozni, mert rettenetesen lelkes társaság, nagyon-nagyon jó velük ötletelni, mindannyian építünk egymásnak az ötletére, amikor egy ilyen brainstorming elkezdődik, tehát egy igazi csapatmunka. Ugyanakkor a zenei palettájuk annyira színes, annyira kivételesen sokrétű, hogy mindig el lehet merülni valami új világban, valami új atmoszférában, mindig valami nagyon izgalmas kihívást kapok koreográfusként, és ezért nagyon, nagyon izgalmas mindegyik projekt velük.